Hellosztok! Gyors videó, vagy videó, mert egy páran kérdeztétek, hogy miért van az, hogy itt fáj, ott fáj a test, meg hogy a hangotok sokszor megy el. Biztos hallottátok, hogy az enyém is megy el, és tényleg idegesítő. Főleg így, hogy én is egy public speaker vagyok, tehát egy előadó. De igazándiból ez a legfontosabb a eszköz, és elmondok egy pár dolgot, mert tudom, mikor megértjük a dolgokat, akkor, vagy tudjuk, hogy mi folyik, akkor nincs, tudod, a agytek, vagy akkor nincsenek ezek a rossz gondolatok. Az emberiséget DNS-ben is, elmei síkon is, és a vibrációban is most emelkedik, ez az emelkedés. És ez nagyon sok mindenről szól, ez egy nagyon komplex folyamat, és amikor például a torkod, mint nekem is, így rekedt, az azért van, mert a torok csakránkat javítják fölül így a úgynevezett égi lények. És ezt én is a mentorjaimtól tudtam meg, mert most már másfél éve ilyen, és vannak olyan napok, amikor tök jó, és vannak olyan napok, amikor egyszer nem tudok beszélni, azért is nem csináltam most videót így az elmúlt pár napban, mert csak krahácsolok. Ez azért van, most beszélünk a torokról először, mert ahogy átnézzük a történelmet, ez mind magyar, mind a világ összes tájékára érvényes, az ember össze-vissza harcolt egymással, magán belül, tudod, vittük a csatákat, és a sok összeszólalkozás miatt elkezdtünk hazudni. Tehát tudod, hogy ti is tudjátok, gyarló az ember, össze-vissza hazudik, csak az, hogy túlélje, meg hogy trükközik, meg minden. És az történik most, hogy ez a torok dolog, ez nem mindenkire igaz, de vannak olyan emberek ezen a földön, akikre ez igaz, hogy a torok csakránknak van 44 energiaközpontja. És ezeket az energiaközpontokat most javítják, vagy így emelik föl a gyógyulási szintjét, és tudod, mind ahogy a gyémántávállási processz is fájdalommal jár, tudod, itt fáj, ott fáj, ez ugyanabba a kategóriába tartozik. És ez a 44 energiacenter, vagy központ a torok csakrába, ez azért kell, hogy tudjunk isteni igazságot kimondani és beszélni. A tudatalatti elménk az úgy működik, hogy védelmez minket. Tudod, ha megoldatlan traumáink vannak, vagy összeszólalkozásunk, vagy veszekedéseink, vagy veszekedések vannak, abban mindig valami, később van egy olyan eredmény, hogy hát akkor ennek se, tudod, hogy a magyarok mondják, ide se jövök többet. Viszont bármikor ilyet mondunk, ami negatív motiváció jelent, valami fájdalomból szól, az megy tovább, és az manifestálódik. És pillanat. Tehát az elmének a legfőbb a funkciója az, hogy minket életben tartson, tehát hogy túléljük, de mint ti is gondoljátok, ez a túlélési logika, ez ilyen 5 éves gyerek logikája. És azért így nyakatekert az életünk, mert ahhoz, hogy mi túléljük, ahhoz nem mondjuk meg a másiknak az igazat. Ha nem mondjuk meg az igazat, akkor meg bűntudat van. Ha bűntudat van, akkor meg betegek leszünk. Ha betegek leszünk, akkor meg hisztisek. És akkor egy ilyen, megindul a dominó, és ezért van az emberiség és a társadalom ilyen a rossz állapotban, mert nincs az elme kitisztítva. Mert tudjátok, mikor az elme, hogy ez a raktárhelyiség, az ki van tisztítva, akkor alul, sőt, várj, inkább hátul, mert most még nem csináltam meg azt a másik videót, akkor ott hátul roljon be a fény, ott már nincs mitől félni, nem kell attól parázni, hogy valaki, tudod, megsértődik, ha kimondott az igazat, és így tovább, és nekem is, mint ahogy segítek nektek, el kellett engedni több ezer ilyen régi sztorit, látjátok? Amiben mi azt mondtuk, hogy hát ehhez inkább nem szólok, tudod, ennek nem mondom meg, nincs kocka fejed, tudod, mennyi szépen, kisfiam, tudod. Tehát ez folyik, hogy ha esetleg ilyen van,
akkor ugye ennek vannak megoldásai, tudod, tudtok valami gyógynövényt vagy bármit erre alkalmazni. Ez most erről szól. Jó, csak hogy tudjátok, hogy nem kell ettől pánikba esni, mert a legrosszabb dolog, ami velünk történhet, hogy elkezdünk agyalni olyan dolgok, amit nem értünk. És szinte minden probléma abból van, hogy agyalunk olyanon, amit nem teljesen értünk. Ez a lényeg, nem teljesen értünk. A szó a teljes, ez a főszó, jó? Na most vannak ugye válfájdalmak, vannak hátfájdalmak. Ugye minden szimbolizál valamit. A válfájdalmak, hátfájdalmak, testi fájdalmak, ezek arról szólnak, hogy jön ki ez a rengeteg ősi trauma. És rengeteg van. Tudod, tehát azért mondom, hogy én erre specializálódom, de ez amúgy logikátlan, tehát ez egy nagyon keszekusz a világ. Ezzel azt tudod csinálni, hogy természetesen masszázs, meg fürdők, tehát ilyen sós fürdők nagyon jók, de amikor elengeded a hátra lévő trauma, vagy a mögötte lévő traumát, akkor természetesen akkor az a legjobb megközelítési mód, mind a fizikális síkon, mind pedig az érzelmi síkon. Csak egy pár szimbólumot elmondok, mert akkor, ha már tudod, akkor elkezdhetsz, tudod, egy picit gondolkodni, egy picit, vagy nem a szimptomára fókuszálva, hanem egy kicsit inkább ilyen spirituálisabb szinten, ami el fogja kezdeni engedni a problémát. Ez az, hogy ha vállunkon van valami, akkor úgy érezzük, hogy sok a teher a vállunkon. És akkor ez még semmit nem jelent, ebben nincs gyógyulás. Tudod, ez, amit én mindig mondok, hogy elmélkedni, az szépen lehet. Én tudom az elméletet is, viszont tudom nagyon a precíz gyakorlatot is, és az a fontos, ott engedődik el a gyakorlati része, a gyógyító része, de tudni kell, hogy mi folyik, jó? Túl sok a teher, de ez mit jelent? Mindig a jelentés, ami valamit jelent, az ott van mögött egy hiedelem. Tudod? Így hülyítettük be magunkat is, tudod? Anyu rosszul nézett ránk, oké, ez semmit nem jelent. De mit jelent? Tehát azt a jelentést, amit ennek adtuk, az a probléma. Ó, hát ez azt jelenti, hogy nem szeret. Ez azt jelenti, hogy csak így hülyítjük be magunkat, hogy fals jelentéseket adunk eseményeknek. Jó? Tehát mit jelent, mikor fáj a váll? Hát azt jelenti, hogy rengeteg teher van. Milyen anyagi teher? Rengeteg, még milyen teher van rajtad? Tudod? Ez a lényeg. És akkor azokat kezded elvizsgálni, és akkor annak persze rengeteg részlete van, jó? Nagyon-nagyon sok apró részlet van. Csak hogy mondom neked így az ilyen 10 kilométeres magasságból, hogy ez van. A hát természetesen a támogatást, ősi támogatást, vagy az annak a hiányát szimbolizálja. Ha fáj, akkor ott valami támogatás meg volt vonva. Az a lényeg, hogy ha akartok kezdeni gyógyulni, akkor a mi életünkben, tehát ebben az életben körülbelül 40-50%-a van meg a válaszoknak, viszont az ősi történetekben, a múlt életekben és az asztrálsíkon van a többi 50%. És addig nincs teljes gyógyulás, amíg az ember nem látja ezt az egész képet, és ezt tudod, mondtam nektek is, hogy én meg átlátom. Tehát én az asztrálsíkon nagyon otthon vagyok, a múlt életekben is nagyon otthon vagyok, tanítok múlt élet regressziót, meg stb. És tehát jó sok cuccunk van, és a legtöbb cucc az nem a miénk. Mármint úgy értve, hogy a mi feladatunk megoldani, de nem a mi közvetlen teremtésünk. Tehát sokszor, ahogy mondom, az ősöktől jön az ősi bűntudat. Miért? Hát megkinyírtunk egy csomó embert. Húha! Na és akkor tudod, az ego szereti elbújtatni azt, hogy mi kinyírtunk valakit, és akkor utána kompenzálunk azzal, hogy mi marha jó fejek vagyunk, tudjátok. Csinálok majd egy árnyoldal, egy videót az árnyoldalak rétegeződéséről, mert szerintem az fog segíteni nektek abban, hogy átlássátok ezt a raktárhelyiséget, hogy ennek van egy jó metodikája, tehát van egy logikája, tudod, és ha valamelyik van logikája, akkor elkezdünk menni azt szerint, akkor már az ember nem ilyen szinten látja a világot, hanem azt mondja, oké, értem. Jó? Tehát az a lényeg, hogy gyorsan összegzem, hogy a torok, az most a 44 energia központ azt
javítják, és törlik ki a régi, hogy mondjam, ilyen üzemmódokat, amikor füllentünk, hazudunk, lódítunk, tudod, ezek mind ilyen túlélési történetek, és akkor a test fájdalmak az ugye azért is van, mert a molekuláris terjeszkedés, és jönnek ki ezek az ősi traumák. Jó? Ennyi volt. Szervusztok!